kormányon kezdték az évet, majd az ellenzéki pozícióból kellett a közösségünket segítő döntéseket hozni, értékelték 2023-at az RMDSZ parlamenti képviselői. Ellenzékből nehezebb volt elérni azt, hogy az új törvények ne akadályozzák, hanem segítsék az állampolgárokat. Nehéz, kihívásokkal teli évet zárnak a parlamenti képviselők. Az RMDSZ politikusai szerint nem volt könnyű úgy, hogy az év elején még kormányon voltak, az év második felétől viszont már ellenzékiként kellett ugyanazt a célt szolgálni. Csép Éva Andrea képviselő szerint ennek ellenére eredményes évet zárnak, hiszen olyan intézkedéseket valósítottak meg, mint a Feministart, leírható üzemanyag a fogyatékkal élők számára, és a családtámogatás vagy a cukormentes pénztárak a nagyáruházak. Szociálpolitikusként, olyan szakemberként, aki általában azokkal a dolgokkal foglalkozik, és azokkal a törvényekkel, amelyek nem szemmel láthatóak, ellenben érződnek, hiszen a társadalomnak a kirekesztett közösségeket, a szegényeket, a fogyatékkal élőket, a családokat, a nyugdíjasokat, az alkalmazottakat érintő rétegét érintik a munkaügyi bizottságban hozott törvények, tudtunk segíteni nekik. Több olyan intézkedés sikerült megvalósítani, amely kimondottan az erdélyi magyar családoknak a jólétét tudja biztosítani itthon. Bende Sándor parlamenti képviselő szerint ellenzékből is felemelt fővel próbálták elérni a céljaikat. Az ipari bizottságban sikerült jó irányba terelni az intézkedéseket. A proszumator esetekre, amikor a termelőfogyasztókat vagy fogyasztótermelőket vegyük, ahogy akarjuk, megpróbáltuk előnybe hozni, megpróbáltuk azokat a dolgokat kikorrigálni, kicsiszolni, amit a törvény kezdetén, a törvény létrejöttén még nem láttunk, hanem a problémák azután jöttek elő, ezeket próbáltuk helyreállítani. A környezetvédelem terén Románia egy fontos előrelépést tett. Megvalósult a betétdíjas rendszer, amelyet Táncos Barna még miniszterként indított el, és most 2023 legfontosabb eredményeként tartja számon. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb programunk ez a betétdíjas rendszer volt. Tehát ez egy olyan logisztikai fejlesztés, egy olyan rendszer, amelyhez fogható nem volt az elmúlt 30 évben Romániában, és örülök annak, hogy a jelenlegi miniszter tartotta a november 30-ás határidőt, van néhány apró módosítás, amit lehetett volna mellőzni, de mindezek mellett a rendszer elindul, és ez a legnagyobb pozitívum. A szenátor ugyanakkor megjegyezte, hogy a jelenlegi kormány nem merte a medveállomány szabályozási csomagot vállalni, viszont szerinte ezt a parlamentben meg fogják tudni oldani.